Én az E20-as és Európa bajnokság első elődöntője köszöntök mindenkit. Franciaország, Spanyolország mérkőzéssel folytatjuk. Jön az utolsó előtti találkozó erről a tornáról, hiszen ezután rendezik majd a döntőt, ahol Belgium már biztos résztvevő lesz. A kérdés, hogy a belgák a spanyolokkal vagy a franciákkal találkoznak-e a Wembley-ben a döntőben. Most viszont ugyanitt Londonban, de nem a Wembley-ben, hanem a Stamford Bridge-en, a Chelsea otthonában rendezik a másik elődöntőt, ahol Spanyolország Franciaországgal találkozik. Ugye a spanyolok Angliával döntetlent játszottak, a románokat és a dánokat megverték a csoportban, a franciák pedig csak a belgáktól kaptak ki. Itt pedig a spanyol csapat szurkoló tábora, és mindjárt nézhetjük a két csapat kezdőjét is. Először a franciákét, Meslé véd majd a francia kapuban, a védelemben ott lesz majd Fofana, Badiashile, valamint Saliba, előttük játszik majd a középpályások közül Kamavinga, Tchouaméni, illetve Kamara, a két színen Simakán, illetve Sár majd a felállással ellentétben, vagy a felrajzolt felállással ellentétben, Blaz, valamint az eddig a csoportkörben parádézó Aucsics is elől. Aucsics ugye a németek elleni győzelem során két gólt is lőtt, azzal 3-1-re győztek a franciák, és ezért végül továbbítást a portugálokat 6-3-ra verte Franciaország, úgyhogy ezért a franciák a vereség ellenére, az első körben való vereség ellenére összeszedték magukat és továbbítottak ide az elődöntőbe, ahol akár még a döntő is meg lehet, ahhoz ma a spanyolokat kéne kiejteni. Ami a spanyol csapat összeállítását illeti, Iñaki Peña véd majd a kapuban. A védelemben ott lesz majd Cucurella, Vallejo, Chema, valamint Akéme, míg a középpályán ugye Pedri, Gavi, valamint Roca kezdenek. Elő pedig hárman a spanyoloknál, kezdő ezúttal is Dani Gomez, illetve a két szélen Fati, valamint Hill, ez tehát a spanyolok kezdője. Hamarosan útjára indul a labda, és kezdődik tehát a Franciaország-Spanyolország E20-as Európa-bajnoki elődöntő mérkőzés. Piros-kékben láthatjuk a spanyolokat, és kék-pirosban pedig a franciákat. Elkezdődött tehát a Franciaország-Spanyolország találkozó. Kamavinga az, aki ottan tovább tudja tenni Blaznak a megszerzett labdát követően, és ezzel indulhat már is az első francia támadás. Sár kapja, és Cucurella mellett el is megy, jól Sár középre, és jó volt a mentés, Vallejo takarít, aztán Pedri, Roca, Kamara újra, Simakán, és ez akár lövőhelyzet is előtte, Simakán rá is lövi, jó volt azonban a spanyol mentés, Vallejo, Dani Gomez, Gavi, Roca, Gavi megint, jól tovább Dani Gomeznek, lecsorgó után marad még a spanyoloknál, de egészen eddig Tchouaméni megszerzi, és feldrugja, hát ha az jó lesz valakinek. Jött végül Peña, és tisztázott a kapus, Kamavinga. Kamavinga elpasszolja, Akéme, Gavi. Ugye bronzmeccs nincsen itt sem, ugye ezután már csak a döntő, ugye Belgium vagy a spanyolokkal, vagy a franciákkal találkozhat. De ugye a tegnapi napon Olaszországot kiejtette a belga csapat. Blaz, Aucsics kapja tőle, szép játék, Blaz és Aucsics között, Aucsics kapja vissza, nagy helyzet, Iñaki Peña, még egy lövés, ezt megblokkolják. A meccs első komolyabb zicserére alig kellett 15 percet várni, a franciák alakították ki, Peña nagy bravúrt mutatott be, Kamavinga, rálövi egyből, nem volt az rossz, kaput nem talált azonban Kamavinga. Peña, Vallejo vár, nem akar egyelőre senkinek tovább tenni. Most már igen, hogy megtámadták Pedri Rokának. Gavi. Gomez. Landa szerzés megint. Simakán, Tchouaméni. Kamara. Pedri. És Kamara megszerzi tőle, Tchouaméni. Szabad rúgás lesz majd Spanyolországnak. Csema. A labda mögött ő végezte el. Roca. 21. perc. Franciaország, Spanyolország 0-0. Itt az E20-as Európa-bajnokság második elődöntőjében. Egyelőre a franciák dominálják a mérkőzést, és volt nagy helyzetük, közben Hill szerez labdát, már viszont lefújja a játékvezető. Simakán, Tchouaméni, megszerzi a labdát Tchouaméni valahogy. Jó is a passza, Blaz, Aucsics indul, Aucsics még ott van előtte, Kamavinga sarokkal hátra Kamarának, gyönyörű játék, és vissza is kapja jól Kamavinga.
És még mindig ott van előtte, ön a lövés, és véd Penya szöglet. Megint egy nagy helyzetet alakítottak ki a franciák. Penya azonban bravúrral védett újra. Camavinga fejjel, ezt a gólvonalra rúgják ki a spanyolok. Még Camara lőhet, ezt meg leblokkolják. Kroke rosszul emeli fel, ez majdnem Blázé lett. Akéme viszont megoldja. Tchouaméni. Magához tudta sodorni a labdát, Gavi azonban elhozza, Pedri. Kukuréje. Visszaszerzi a labdát, Sar. Aucsicsnek lőtte meg. Pedri. Pedri még, és végül Tchouaméni. Sar. Kukuréje üldözi ő, de Sar ezt viheti megint egyedül. Sar a 16-oson belül már, Sar még mindig. És visszaszerzi a labdát Vallejo, jól szerel, szöglettel jöhet majd Franciaország. Tchouaméni. Fofana fejjel. Kukuréje. Mit csináltott? Már Kukuréje. Camavinga. Camavinga felíveli. Lefejelt labda Gavi. Jól teszi tovább, ez viszont még marad Franciaországnál. Camara. Dani Gomez szerzi meg. Pedri. Pedri tovább. Fati. És Fati ott hagyta Salibát. Vallejo. Pedri, Sar, Aucsics, Roca Gavinak, Akéme, a szabadrúgásra jött majd Franciaország, Fofana, Simakam, hát ez megint pontatlan, és szabadrúgásra jött Franciaország viszont, Blaz végzi el, Camavinga, Camara, Tchouaméni, helyzetben, Tchouaméni ellövi keresztbe, ott a nagy helyzet, és megint mit védett Iñaki Peña lábbal. Simakam, be középre, Camavinga lőhet, és ezt is kifogja a spanyol kapus. Óriási, amit játszik az első fél időben. Az első fél idő hős egyértelműen Iñaki Peña volt. Franciaország játszik sokkal jobban, a spanyoloknak gyakorlatilag helyzetük sem volt a meccsen. Franciaország pedig akár több góllal is vezethetne. De Iñaki Peña egyelőre mindent kivédett, úgyhogy 0-0-val fordulunk az elődöntő második fél idejére, miközben ebből így egy bedobás lesz majd a franciáknak. Sar végzi majd el. Bedobás után Blaz, Sarhoz vissza. Sar remeli be, és jön a kapus Peña. Ez így az övé. Roca, a csúsztatás nem volt jó, Tchouaméni. Tchouaméni tovább, és Csema. Az, aki végleg megszerzi. Dani Gomez jól fordul Camaráról. Dani Gomez még egyedül. Gomez megszerzi Camara. Aucsics. Aucsics, ez Kukuréjáé. Kukuréjá, ez remek labda, viszont így Fatinak. 54. perc. Fati révé most megindulnak a spanyolok. Fati. Fati helyzetben beteszi középre. Az még jó. Gavi. Hosszan vette át. Veszli. De hát végre a spanyolok is mutattak valamit a támadó játékukból. Vallejo. Roca. Jó a passz, Gomez tette le, Pedri, lövőhelyzet, Pedri teli belőtte ott csapattársát Dani Gomezt, aki ráadásul még lesen is volt, úgyhogy szabadrúgásra jön kifelé Franciaország. Diaby jön majd a francia csapatba, méghozzá Sar helyett, Badiashile, úgyhogy egy támadóbb játékost hoznak be a franciák, meglátjuk, hogy ez elég lesz esetlegesen egy gólhoz, vagy egy döntőbe jutáshoz. Blaz Simakamnak. Simakam erőből hátra, de jól. Badiashile-nek. Camavinga. Camara. Camarától viszont megszerzi Pedri. Hosszan Saliba ott volt biztosítani. Camavinga megint. Tchouaméni. Aucsics. Camara. Camara még. Blaz. Ott van a lövőhelyzet. Penya. Pont a kezébe lőtte Camavinga ezt. Csema. Csema elpasszolja, az nagy hiba volt. Tchouaméni. Egyedül még Tchouaméni. Szöglet. Jó volt a blokja Csemának. Újabb francia csere. Sumaré jön majd a francia együttesbe. Méghozzá Camara helyére jön Sumaré. Tchouaméni szöglete. Rögtön Sumaré fejére. Kukuréje Penyának. Penya. Ez kockázatos, el is passzolja Penya. Camavinga lőhet, és Penya. Újabb védés. Hát ma úgy néz ki, nem lehet gólt lőni neki. Ez volt Camavinga 6. próbálkozása a meccsen. A portugálok ellen már a 2. percben beakadt egy távoli lövése. Majd egyelőre még a 70. percre sem jön össze Camavingának a gól. Vallejo.
Pedri. Dani Gomez indul, és meg is kapja Dani Gomez. Óriási zicserben Gomez! És ezt is megfogja úgy Meslé, hogy Gomez nem lőtt el a labdát, ez hasonló volt, mint Gavi helyzeten. Hát nagyon komoly helyzetben nem kerültek a spanyolok ezen a meccsen. Simakan, ez jó még, Kamavinga jön meg, és azt megint ellőheti akár. Kamavinga beljebb tolja, esik egyet, Hakimi. Hova? Ott a helyzet, Penya ezt is védi, még mindig ott van, és ez már van, de les volt már. Viszont, úgyhogy Diaby gólja sem érvényes. Nem akarja elhinni Diaby. Egyet csak begyömeszöltek nagy nehezen a franciák, és azt is elveszik. Itt van az előző Blász helyzet, ez bravúra ki tudta védeni Penya megint. Hiszen az nem lett volna lesz, az ott belövi Blász, de így, hogy Diaby lőtte be a kipattanót lesről, így viszont már érvénytelen a franciák gólja. Marad a 0-0, ezt megúszta Spanyolország, Roká. Tehát ilyen támadó játékkal nehezen nyeri meg ezt a meccset Spanyolország, mondjuk 90 vagy 120 perc alatt. Brian Hill, de most lehet helyzet, Hill, visszaért Ahocsics, Hill azonban letámad, Fofana, Tchouaméni. Tchouaméni. Gavi. Jó volt a labda szerzése. Simakam. Visszaszerzi Roká tőle. Roká, jó labda. Dani Gomez. Badiashile mellett elmegy. Dani Gomez helyzetben. Dani Gomez. Jó a csel. Dani Gomez. Messzé védett lábbal a 86. percben. De végre valami. A spanyoloktól is. Roká szöglete. Messzé lehúzza. Hát nagyon úgy néz ki, hogy a 2-15 perces hosszabbítás dönt az elődöntőben. Itt ezen az E20-as Európa-bajnokságon. Csema. Pedri. De les gól után kicsit észbe kaptak a spanyolok. Gavi. Jó a csel. Gavi egyedül még, Gavi. Gavi. Kiteszi oldalra Roká. Roká középre. Fati. Gól. Vezet Spanyolország. A 91. percben Gavi, amit ott csinált, megteremtette a helyzetet, és utána Roká gólpasszt ad Fatinak. Vezet Spanyolország, és lehet, hogy kiejti Franciaországot a spanyol csapat úgy, hogy amúgy nagyon nem játszott jól ezen a meccsen. Ansu Fati lövi a győztes gólt, vélhetően a győztes gólt. Mindenkit megelőzött a beadásnál, és vezet Spanyolország a 90. percben. Hát a látottak alapján mondhatjuk ezt meglepetésnek, de Franciaország így elbúcsúzik az E20-as Európa-bajnokságtól, és akárcsak tavaly a VB-döntőben, az LVB-döntőben nálunk, most az E20-as Európa-bajnokságon is Spanyolország-Belgium döntőt fognak majd rendezni, mert ez most már hivatalos, Fati hajrábeli góljával Spanyolország kiejti Franciaországot, és bejut a döntőbe.